Az EGRI Lokálpatrióta Egylet által szervezett EGRI séták egrieknek eheti rendezvényén az EGRI borról, a borvidékről mesélt a Főiskola Borkultúra Központjának igazgatója, dr. Gál Lajos. Szerencsésnek tartotta, hogy a Bikavérünnep hetében néhány nappal a legnagyobb EGRI borfesztivál előtt kaphattak információkat a séták résztvevői a borról. A Tarna Szent Máriától Szomolyáig húzódó borvidék az ország harmadik, negyedik legnagyobbja. Jelentősége folyamatosan nő. Változatos talajú az itt termett szőlő és a borok is sokfélék. A szőlő kétharmada vörös szőlő. Egy Isten áldott a hely az EGRI borvidék, ahol valójában kiváló fehér és vörös borokat lehet termelni. És emellett a nagyon-nagyon jó rozékat, csillereket, és a fehérből, vörösből pedig kiváló késői születelésű, sőt aszúsodott, aszús vörösborokat, akár fehérborokat is lehet készíteni. Az EGRI borvidéken készült először szabályzat, 97-ben a Bikavér és a Debrői házlevelű szabályzatát alkották meg. A következő EGRI séták mesélője Hászilasi Ágota lesz, aki a gótikus palota árkádja alatt várja a helytörténet iránt érdeklődőket.